A tavalyi évhez képest, bár van bizonyos pontokon némi, némi csökkenés a tavalyi költségvetési rendeletben definiált számokhoz képest, azonban, hogyha a tavalyi év valós működési költségeit nézzük, és az intézmények valós számait nézzük, akkor ehhez képest nincsen visszaesés a tavalyi évhez képest. Tehát az idei évet a tavalyi év tapasztalatai alapján uh, tulajdonképpen uh, úgy uh, készülve uh, állítottuk össze, hogy nagy valószínűséggel a 21-es évben is sok olyan korlátozás velünk fog maradni, ami a 20-as évet is jellemezte, és ilyen módon egy, egy abszolút reális költségvetést uh, állítottunk össze, mert tavaly ősz óta folyik ennek az előkészítése. Nyilván nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi a legfelelősebb tervezés a idei évre nézve, és hát a, a gondolataink azok visszaigazolódni látszanak, azaz úgy készültünk, hogy az első negyedéve az mindenféleképpen nagyon csendes lesz, utána várható egy picike nyitás, és legjobb esetben a második fél évtől tud majd visszatérni a kultúra. A maga teljességébe, vagy legalábbis már sokkal, sokkal teljesebb működéshez, mint, a, mint az éve első fele. A költségvetés számait is ehhez a, ehhez a struktúrához, vagy ehhez a kalendáriumhoz igazítottuk, annyiban, hogy uh, a, amennyiben és ahol van uh, némi csökkenés, az éppen annak köszönhető, hogy ugye az első fél évben egy redukáltabb uh, működést uh, prognosztizáltunk, és hát Tényleg sajnos úgy tűnik, hogy az élet ezt vissza is fogja, vissza is fogja igazolni. Nagy büszkeségünk a két színháznak a, a, a két színházban való ö, folyó munka, és hát erről folyamatosan tájékoztatjuk is a, a, a közvéleményt város lakosságát. Itt ugye látszik, hogy a költségvetésben egy kiemelkedően magas összeggel szerepel tulajdonképpen a három színházi térnek a megújulása. Hogy félértéseket tisztázunk, ugye ez azt jelenti, természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez az erre az évre dedikált összeg, és majd jövőben, jövőre ez majd még tovább fog növekedni. Ez azt jelenti, hogy már itt van a város költségvetésében a Latinovics és a Csokonai Színház kivitelezéséhez szükséges teljes összeg. Természetesen a maga a kivitelezés az pedig át fog húzódni a következő évre vagy következő évekre is. De ennek a stabil finanszírozási háttere már rendelkezésre áll a város költségvetésében. Ami a Vojtina bábszínházat illeti, itt ugye egy tényleg a működést, zavartalan működés szempontjából fontos beavatkozás, zajlik, már részben, illetve fog folytatódni, ez pedig az éppen a felettünk lévő tetőnek a, a, a felújítása. Ugye itt a magának a színházi térnek van egy olyan, egy olyan szerete, ami kilóg kilógatásos házból tulajdonképpen, és ennek a, ennek a tető szerkezete, illetve szigetelése élet meg a felújításra, úgyhogy ez ezért is került ide harmadik szereplőként a színházzal kapcsolatos beruházásoknál Volt a Vojtina a illetve ahogy a bevezetőben is említettem, zajlik a múzeumnak a kialakítása is. Három ö, egykori lakás kerül összenyitásra a múzeum feletti ö, gyakorlatilag társasházi részben, közvetlen a múzeum fölé eső három lakásban fog ez a, ez a, ö, egyszerre közösségi térként, másrészt pedig múzeum, múzeumként működő e, új tér kialakítása kerül. Ez pontosan a színház fölötti tereket érint, és lesz is majd közvetlen kommunikáció a két, két tér között. Egyébként, a, ami a, a Csokonai Színházat illeti, itt nem csak a ingatlan beruházásról van szó, hanem természetesen magának a színháznak készülnie kell arra, hogy hogyan fogja tartalmakkal, új tartalmakkal megtölteni ezeket a, ezeket a tereket. Ez is tovább fogja majd erősíteni a regionális pozícióit, és hát még egyszer ezekhez az új adottságokhoz kell alakítani azt a szakmai munkát és azt a szervezetet is, ami a színházban ki kell, hogy tudja szolgálni ezeket, a, ezeket, a, ezeket az új tereket.